Szeretettel köszöntjük az olvasókat a Somogyi Könyvtár régi könyveket, kincseit bemutató sorozatunk következő epizódjában. Most a farsang időszakára való tekintettel egy farsangi kötetet fogok bemutatni önöknek. Ez nem más, mint Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájának, Dorottya, vagyis a Dámák Diadalma a Farsangon című komikus eposzának az első 1804-es kiadása. Csokonai Vitéz Mihály 1798-99 telén írta meg ezt a művet, és azért különleges, mert komikus eposzt először írt magyar nyelven. Ez azt jelenti, hogy az eposzi kellékeket tartalmazó, ám de vígeposzról, mulatságos, komikus jeleneteket tartalmazó eposzról van szó. Nézzük meg ezt a kötetet most közelebbről. Ha kinyitjuk ezt a Csokonai első kiadást, akkor láthatunk benne egy tulajdonjegyzést. Eszerint Jankovics Miklósé volt egykor a kötet, aki irodalomszervező, irodalomtudós, színi mecénás volt a 19. században, az övé volt tehát egykor ez a Dorottya. Láthatjuk a teljes címet is. Furcsa vitézi versezet 4 könyvben. Ez az alcíme, a magyarázó címe, ugyanis a farsangot úgy mutatja be a Dorottya, hogy 4 külön könyvben a farsangi bál napjának 4 különböző időszaka jelenik meg. Láthatjuk még a címlapon, hogy 1804-ben Nagyváradon és Vácon nyomtatták. Érdekesség, hogy az előbeszédnek van egy előjáró beszéde, már ez is a vígeposzra vagy komikus eposzra reflektál, ugyanis úgy kezdődik, hogy közönséges dolog az autoroknál előjáró beszédet írni, de még közönségesebb az olvasóknál azt soha el nem olvasni. Vagyis általános, hogy a szerzők írnak előbeszédet, de teljesen általános az is, hogy ezt senki nem olvassa. Kezdi Csokonai Vitéz Mihály a komikus eposzának előbeszédét. És valóban, ha megnézzük, azt láthatjuk, hogy magát az előbeszédet nem olvasta egykor maga Jankovics sem, a könyv tulajdonosa sem, hiszen az előbeszéd lapjai nincsenek felvágva. Ez egy igen különös érdekesség. Ezután kezdődik el maga a mű. A komikus eposz 4 könyvben mutatja be a farsang egy napját, a főszerepben Dorottyával, a vénlánnyal, aki mindenféle kalandba fog keveredni. Az eposzi kellékek ugyanúgy megtalálhatók a vígeposzban is, mindjárt az elején láthatjuk, hogy például a múzsák segítségül hívása helyett farsangi jó borral habzó butellát kér segítségül a szerző. A bonyodalom ott kezdődött, hogy Dorottya a trójai mondakörrel párhuzamba hozható módon farsankor egy farsangi fánkban fogja lenyelni a viszály istennőjét, és innentől keverednek az ifjakkal harcba. A vége azonban a vígeposznak. Jó lesz, Dorottya, a vénlány, levevé a vénség szőnyegét, mint a kígyó szokta téli lebernyegét, fiatal lesz, megszépül, és elnyeri a méltó jutalmát egy fiatal, ifjú párt magának. Erről szól tehát a történet. Ha már Dorottyánál a fánkról is volt szó, akkor beszéljünk a farsang elengedhetetlen kellékéről, a farsangi fánkról is, és most nézzük meg a Zelena Ferenc kiadásában megjelent szakácskönyv 1830-as kiadásában a farsangi fánk receptjét. Igyekszem a nézőknek elmondani, lefordítani magyar nyelvre a mértékegységeket is, hogy láthassuk, hogy hogyan is készítették hát a Dorottya megjelenése után egy pár évtizeddel a farsangi fánkot. Farsangi fánk. Minthogy a fánkot leginkább farsangban sütik, mely meleg kemence mellett szokott legjobban megkelni, ennél fogva szükséges, hogy a liszt már egy nappal elébb a meleg kemencéhez behozassék, hogy száraz és meleg legyen. Ebből szitálj meg majd 3/4 fontot, sózd meg, és adj hozzá egy kanál fáinra tört cukrot. Egy font az körülbelül 1/2 kiló. Habard fel 5 tojás sárgájával, fél messzely lágy meleg tejfellel, ez körülbelül 2 deciliter jelent,
3 lat olvasztott vajjal, ez, ahogy én utána néztem, 45 grammot jelent, és 2 kanál élesztővel, s vegyíts még annyi lisztet hozzá, amennyi szükséges. De hogy a tészta kemény ne legyen, majd verd fel egy kanállal mindaddig, míg csak a tészta tőle el nem válik. Aztán hincsd be liszttel a deszkát, tedd rá a tésztát, és nyújtsd ki 2 késfoknyi vastagságnyira, liszteszd meg a fánkformát, és szűrd ki vele a fánkot. Ragd a meleg kemencéhez egy lisztes ruhára, hogy még egyszer olyan magosra megkeljen. A zsír, melyben sütni fogod, ne legyen nagyon forró, a serpenyőt pedig, míg csak a fánknak egyik oldala szép, sárga és sűrű nem lesz, szedd be, s ha megsült, szedd ki. Tégy egy citára itatos papírost, s ragd rá, hincs be cukorral és add fel az asztalra. Meleg liktáriumot is adhatsz egy edénybe hozzá. Jó étvágyat kívánunk!